2019. január 15-én stábunk Boksai József, kárpátaljai egyházi festő életmű kiállításának finisszázsára látogatott el. A kiállításnak és a záró ünnepségnek a budapesti Párbeszédházának díszterme adott otthont. Az est házigazdája, Sajgó Szabolcs atya, a Párbeszédháza igazgatója volt. A vendégek ünnepelni jöttek egy olyan kiállításnak a befejezését, ami nagyon, nagyon fontos volt, hogy megtörtént. 30 évvel ezelőtt körülbelül volt egyszer egy kiállítása Budapesten Boksai Józsefnek. Ő nem Magyarországon élt, pontosabban Magyarországon élt, született. Itt is fejezte be a képzőművészeti felsőfokú tanulmányait 1914-ben, de ő kárpátaljai magyar volt, ami akkor azt jelentette, hogy Magyarországnak egy speciális tájegysége, nem külföld, nem volt határ. És ő visszatért a háború végén, mert elvitték katonák, visszatért aztán a szülőföldjére, és nagyon-nagyon mély érzésű, mély hitű, egy tiszta ember volt, és ennek a jegyében alkotott. Most azért az is a címe a kiállításnak, hogy az igazság festője, mert nem a felszínes jövőmenő véleményeket igyekezett bele festeni az alkotásaiba, hanem azt a mélyebb valóságot, ahogy Isten lát bennünket és látja a világot. Ezért ilyen egyházi festőnek is tartották, sok görögkatolikus templomot helyreállított, festett, abban ügyködött. A ma este itt látható, még ma este látható kiállítás képei, azok sosem voltak így együtt kiállítva, ezek innen-onnan leszármazottak családjaiban őrzött képek, és a nagy alkotások azok épületekben vannak, vagy pedig elpusztultak. A Kaláka Együttes két tagjának, Grillusz Dánielnek és Radványi Balázsnak műsorával, valamint Erfán Ferencnek, a művész unokájának tárlatvezetésével búcsúztak a kiállítástól a jelenlévők. Az utolsó kiállítás, ami Budapesten volt Boksai Józsefnek, az volt a megnevezése, hogy egy ungvári költő. Akkor még a Boksai József Múzeum rendezte Budapesten, a kollekcióból jött át egy elég komoly gyűjtemény, hiszem 40 vagy 50 munkából állt. Ott is elő voltak állítva különböző, tehát a fellelhető összes periódusai. Ez a kiállítás attól különbözik, hogy ami a múzeumnak nem volt, ez a legkezdete. Ugye, mert amit itt látunk, ez egyrészt a család tulajdona, magángyűjtők, tehát ilyen teljesen semmi úgynevezett kollekciótól nem függ. Tehát ami megmaradt a családba, ami most átment, mit tudom, ismerősökhöz, más valakihoz, de főleg az egésznek a tartója a család. Ezért is volt megalapítva, 2001-ben meg volt alapítva a Boksai Alapítvány, 2002-ben elmentem dolgozni a Boksai Múzeumba, 2009-től a Boksai Múzeum igazgatója vagyok. A Boksai Múzeum 1991-ben kapta, ugye a 100 éves évfordulóhoz, meg volt a megyei tanácsban szavazva, hogy megkapja a múzeum a Boksai József nevét. Ugye akkor még Ucsilisitek szakközépiskola megkapta az Erdély Béla nevet 91-ben, a múzeum pedig a Boksai József nevet. Egy nagyon nagy öröm volt találkozni az unokájával Boksai Józsefnek, Erfán Ferenccel, aki hát Kárpátaljáról, illetve hát Ungváról van, és ott a nagypapájáról elnevezett Szép Művészeti Múzeumnak az igazgatója. Maga is alkot, valahogy a vénájában ott van a családnak a művészet.
és hát ő szedte össze ezeket a képeket. Ez egyben egy családi ünnep is volt, illetve maga a kiállítás azt is jelentette, hogy a leszármazottak, akik ritkábban találkoznak, eljöttek ide a kiállításra, egyrészt a megnyitóra, másrészt pedig külön egy szombatot kilőttek, hogy eljöjjenek Prágából, Kassáról, máshonnan, 16-an is, és itt találkoztak együtt a nagypapának az alkotásainak az atmoszférájában. De azt gondolom, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy családnak az összetalálkozásáról, hanem inkább a Kárpát-medencében szétszórtságunknak egyfajta ilyen ünnepe is, a találkozás. Tehát, hogy itt Budapesten láthatók ezek a képek, ez valamiféleképpen a határok fölötti összetartozásunkat is jelenti. Számomra külön fontos a művésznek az a életének az a vonása, hogy egyszer csak megtiltották neki, hogy fessen olyasmit, amit ő nagyon szeretett, és rengeteget tett, ilyen egyházi festményeket, vallási tartalmú festményeket, Istenre utaló festményeket. Megtiltották neki, és akkor ő nem hagyta abba, és nem állt be valamiféle más dolognak a szószólójává, nem lett, hanem ahogy ő a világot látta Isten szemével, akkor kezdte ezt egy folytatni tájképekben, portrékban valahogy megmutatni, hiszen Istennek a tekintete a keresztény hit szerint az irgalomnak a tekintete, a szeretetnek a tekintete, mindenben ott van az a teremtett szépség, jóság, és ezt próbálta úgy megláttatni. Nagyon nehéz ezt megragadni, hogy pontosan mit jelent egy képeknek az összhatása, a színeknek az összhatása, egyfajta harmónia, egyfajta pozitív értelemben provokáció, hogyha valaki látja a képeket, úgy érzi, hogy valami mélyebb réteget kapirgál, bombáz benne, olyan mélyebb réteget, ami ott van bennünk, és ami valahogy a jelenlévő, az eleven, a jó, teremtő, jó Istennel hoz bennünket kapcsolatba. 50-es években, amikor tanított a Lembergi Egyetemen, nagyon komoly, például városi, úgynevezett városi képeket festett. Ugye Lemberg az egy ilyen régi, középkori város, amiknek gyönyörű a belvárosa, építészeti remek művek vannak benne. Ott tanított, mint professzor 5 vagy 6 évig, volt ott a personális kiállítása, amik főleg ezek a városi tájképek, hogy úgy mondjam, szerepelnek. És ott is és jogos meglátás, mert mindenütt pont annyit használja az eget, amennyire szükség van, hogy valamit megmutassa. Ezt a kiállítást holnap elbontjuk, de már építjük a következőt. Kákonyi Konstantinának az alkotásait látjuk. Ő neki Magyarországon a külföldön készült alkotásaiból 68 alkotása található, ezek mind az Esztergomi Keresztény Múzeum raktárában voltak, és itt a háznak, a Párbeszéd házának az egyik küldetése az is, hogy azokra az értékekre hívja föl a figyelmet, amik valahogy elkerülik a Rivalda fényt valami miatt. Tehát külföldi, nem csak a Kárpát-medencei, hanem a távolabbi emigrációban született magyar gyökerű alkotásokból rendezen kiállítást. Ilyen volt például Nyilasi Tibornak a kiállítása nem is olyan régen, aki Kanadában, Torontóban, illetve Hamiltonban élt, egy személyes jó barátom is, az egyik verses kötetem illusztrátora is. A pénteken nyílik majd, január 18-án, és február 23-áig látható majd. Általában hétköznapokon délután 3 és 6 között, de nézzék a Párbeszéd háza honlapját, és ottan konkrét információkat kaphatnak róla.